Szoborcsoportot állítanak a nagymúltú nagybányai festőiskola alapítóinak. Ezzel szeretnének emléket állítani Ferenczi Károly, Hollósi Simon, Iványi Grünwald Béla, Réti István és Torma János alkotóknak, akik világhírűvé tették a zazarmenti várost a múlt évszázadban. Tavaly ünnepelték a nagybányai festőiskola alapításának 125. évfordulóját. Ezt a jubileumi évet szerették volna a 19. századi alkotók szoborcsoportjának felállításával megünnepelni, azonban a járványhelyzet miatt a tervet elhalasztották, így az idei költségvetésből készül el az alkotás. Nagyon reméljük, hogy az idén ez meg fog valósulni. Szeretnénk, hogy ezeket a szobrokat, ugyebár 5 szoborról van szó, de egy szoborcsoport lesz, mondjuk aki ismeri a váradi szoborcsoportot, akkor el tudja nagyjából képzelni, hogy miről beszélek. A régi főtérre szeretnénk kihelyezni. A pályázat nyertese a nagyváradi Deák Árpád szobrászművész, aki többek között a Holnaposok szoborcsoportnak, a még felállításra váró Szent László lovas szobornak, illetve a nagyszebeni Brukenthal szobornak is az alkotója. A művészetben nem nézzük a nemzetiséget, de mi kisebbségben azért erre érzékenyek vagyunk, és büszkék vagyunk arra, hogy ezek a művésztelep alapítók magyarok voltak, és hogy ekkora kulturális hagyatékot hagytak ránk, ami mai napig érezhető nyomai, és nagybánya igenis tényleg megérdemel egy ilyen jellegű szoborcsoportot. A szoborcsoport felállítása azonban nem csak a magyarok számára fontos, hiszen a nagybányai festőiskolának akkora kulturális jelentősége van, hogy ez a város egyik védjegye. A város vezetősége ilyen formában is emlékezni szeretne a múltra, megismertetni a város lakosságával az egykor itt lakó és alkotó kimagasló személyiségeket és azok munkáját.